Szakadó esőben a Kisvárda kezdte jobban a mérkőzést, az első szűk fél órában a hazaiak el sem jutottak Ribánszki kapujáig. Éppen ezért volt váratlan a 28. percben született Balmazújvárosi gól, amit 3 perccel később egy újabb követett. A 34. percben büntetőhöz és emberelőnyhöz jutottak a vendégek. A 11-est erős értékesítette, a létszámfölény pedig az 54. percben Papucsek fejesével érett góllá. Támadott a Kisvárda, de Cseri csak kapufáig jutott, míg a másik oldalon a 82. percben egy kontrából gólt lőtt a házigazda, a hosszabbításban pedig végleg eldöntötte a meccset a Balmazújváros. A mérkőzést úgy kezdte a csapat, ahogy szerettük volna, hiszen az ellenfél az első 20 percben talán sőtt a főpályán. Aztán sajnos egy óriási hiba után kaptunk egy pontrugás követően gólt, amire külön készültünk a héten. Aztán jött még egy nagy egyéni hiba, és hát a csapat erejét mutatja, hogy innen azért fel tudtunk állni. Sikerült ugye egyenlíteni, a végén már ugye emberelőnyben voltunk, de sajnos az emberelőny szituáció sem jött ki, hiszen annyira állt a pályán a víz, hogy lelassította a labdát, és ezáltal nem tudtuk azt a gyors játékot játszani, ami kellett volna ahhoz, hogy esetlegesen az ellenfél a védelmét meg tudjuk kellően bontani. Ez a talaj természetesen a védekező csapatnak kedvezett, és hát a mérkőzés végén, amikor már mindent egy lapra feltéve mentünk a győzelemért, ugye egy szituációt követően kapufáról jött ki a labda, az ellenfél viszont ki tudta használni a mi következő óriási egyéni hibánkat, és ezzel megnyerte ezt a mérkőzést. A forduló további eredményei: Vác Soroksár 0-4, Zalaegerszeg Szeged 1-1, Siófok Budaörs 1-2, Mezőkövegy Szigetszent Miklós 2-0, Szolnok Csákvár 0-1, Dunaújváros Ajka 2-2 és Sopron Gyirmót 1-3. A tabella élén a már bajnok Gyirmót áll 59 ponttal, megelőzve a 48 pontos Mezőkövesdet és az egyaránt 46 pontos Zalaegerszeget, valamint Kisvárdát. A Kisvárda szombaton Zalaegerszegen vendégszerepel.